elkezdjük a konferenciánkat. A konferenciánk előzetesként szeretném felkérni Havainé Tokásli Boglárkát, Friedrich János unokáját, hogy egy kis rövid visszaemlékezéssel, egy néhány gondolattal az emlékeit idézzük, hogy mire emlékszik Friedrich Jánosról, milyen emlékei maradtak meg Friedrich Jánosról, és magáról a fényképészetről milyen gondolatokat tud megosztani velünk ezen a kiállítási eseményen. És ez azért is nagyon fontos, mert olyan különleges személyiség volt nagyapám, hogy ezt szeretném elmesélni röviden, mert megígértem, hogy 5 perc érdem lesz hosszabb az egész. Mi nagyon sokat beszélgetünk, nagyapa olvasó, hozott időben is könyvet, művészeti, fotott művészeti könyvet, folyóiratot vett meg, köttette, legyen szívesen, nincs kedves. És moziba járt. Aki akkor még 2 szentesi moziba, akkor az összes előadását végignézte. Állandó helyen volt, mert a lába az merev volt, a világháborúból hozta az emléket. Én meg most ide a botját, éppen a botját direkthezért, hogy megidézzem és segítsen nekem. Mi nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, mi pedig azért, mert udvaron volt egy képzőművész műterme is, egy festő műterme, amiben csak festegetett. Ebben vettem vele egészen kiskorótól kezdve, 1 és 3 óra között, mert hisz akkor volt zárva a műterem. Mindenki a festegetés órája volt, nekem pedig a csodálkozás és a rákérdezés órája, hiszen nekem ékszer dolgozott az egész titkok és csodák háza, mert ő, ami bejárta a segéd időket, vagy akárhova utazott, mindig hozott valami érdekeset magával. Én nekem meg csak rá kellett kérdezni, és így találkoztam azokkal a dolgokkal, amit nem műgyűjtemény volt, amit is érdekesség, kultúrtörténeti érdekesség. És mai napig is ordom, és kérdezem, hogy kinek van olyan cumis üvege, amikor még nem volt gumi, de a gyerekeknek kellett cumisztatni. Hát az én nagyapámnak volt, és bizony tudom, hogy görögtetni a babákat, melyen sűrűséggel. Hát ilyenek voltak azok az érdekességek, amikor én rákérdeztem, és mindig tudtam valamit. Ugyanilyen felfedezésem volt egyszer egy kerámia nép. Kis nevető fiú, úgy éreztem, hogy be kéne kérni azt a lakásba, hogy ne hagyjuk itt, amik már kiszorultak, hogy nincsenek be. És a nagyapa csak rövid azt mondta, hogy nem. Nem volt rá jelenti az ilyen tömör szó. Szóval azt mondta, nem. Tudod, ez most csak emlék. Ezt akkor vettem, aminek akkor nem volt szükségem rá. De megvettem, de ma már tudom, hogy nincs. Én korán 5 évesen találkoztam ebben a szóval, megjegyeztem, de megérteni csak sokkal később értettem. És úgy tudtam megérteni sokkal később, hogy nagyapa nekem mindig a művészetről beszélt. Így nem csoda, hogy az ateljé tagjai, a baráti társaság kialakult, mert nagyapa felutazott már Szentesről is, budapesti kiállításokra, legyen az fotó, vagy tavaszitárban, vagy bármely gyűjteményes, mindig ott volt. Mikor lejött, meg lehetett beszélni, a szentesi képzőművészet iránt érdeklődött el, vagy egész egyszerűen a művészetek iránt érdeklődött el. És ez a társaság nagyon segítette Szentest abban, hogy elfogadja a fényképészeket. Mert ezt a fényképészetet az akkor indult, nem volt mindenhol meg, meg egyáltalán nem is nagyon tudott mit kezdeni a polgár ebben a szakmával. Azt onnan tudom családilag, hogy nem tudott mit kezdeni, mert a nagymamám csak akkor vett el a nagypapám, amikor meghaltak a szülei, mert nem volt a fényképész rangban megfelelő ő. És ez a baráti
társaság, akkor éppen pertusodtak, úgy odaszólt nagyapámnak az egyik úr, hogy azért utcán ne tegyesz. Tehát meg kellett küzdeni ezzel a ranggal, ki kellett érdemelni, hogy mi is, illetve ki is ez a Friedrich János. Azért hoztam, hogy nagyon sokáig tudnak, azért hoztam, hogy ne beszéljek nagyon sokáig, és hogy ne hagyjak ki valami nagyon fontosat. Ahogy fényképezte a saját kezdetére, a saját gyönyörűségére, a velocipédjén a rengeteg szélmalmot, a gyönyörű tájakat, a zsáner képeket, az érdekes alakokat, utána is körbejárt, és például a kecskeméti művészszerep születésénél jelen volt, végig fényképezte, vagy a vásárhelyi Majorika gyár egyik dokumentalistája volt. Annyira a saját szakállára, hobbjára érdeke. Tehát volt, miről beszélnek az akadémiának annak idején. Igazán érjünk ide erre a Eda műteremre, ahol egy-egy bútort még most is őrzök, az egyik korába tudni. Nagyon sokáig, nagyon sokszor cserélte a berendezést nagyapa. Annyira szerette a szépet, a jót, annyira figyelte azt, hogy neki vagy csináltatta, vagy vette azt az egy asztalt, azt az egy széket, hogy szép legyen a modell, a beállítás. Egyébként ez a tudása, amit begyűjtött, azt hiszem úgy látszik, hogy az ő fényképei, az ő rajzai, bárki megnézi, mindig azt érzi, vagy látja, hogy tökéletesen van komponálva. Azt hiszem művelte is ő a művészetet. A mindennapok persze megették a családot, hisz a körül állt az egész tevékenység. Ahogy nekem az 1-től 3 egy nagyapa a kis szobába, úgy a családnak az ebédeltetés, az, hogy reggel nem megyünk ki, mert vegyszer készül a konyhába, és ugye a vegyszeres dologban nem lehet menni, aztán minden más, hogy tudunk besegíteni, hogy tudunk besimolni. Például az a tény, hogy hoppírozás a sötét szobába, vagy nagyítás, vagy másolás, csak nem piacos napon nem lehet. Mert akkor ugye állandóan jönnek a páciensek, akkor azt is be kellett állítani, annak már ilyen napja volt. A fényképészet tevékenység, a gyerekek legelőször az áztatásra kapcsolódtak be, mert nagyon lényeges volt a nagyon pontos idő alatt betartott és nagyon bő vízzel való áztatás. Víze a kis fényétának soha nem volt. Tehát a vízforrással kerül ez a segítség. És ugyanilyen volt természetesen, amit említettem, volt a műterem őrzése. Tudnék ahhoz, hogy valaki mégis be tudjon menni egy kicsit a sötét szobában dolgozni, akkor valaki fogadta betévedőket, udvariasan megtanul beszélni, amit kiszabadul a sötét szobában tevékenykedők. Tehát valahogy így értünk mi mindenért. Ezekben már magam is segítettem, és egész egyszerűen minden gyűjteménye, minden képe, minden könyve, minden másolata, a reprodukciói, ami úgy segítették az ő művészben, ő művészpártoló is volt, hiszen művészeket hívott a saját lakásában, festetett, rendelt, a művészeknek őtől a képeket, hiszen olcsó volt egy jó fényképész volt megrendelni azt a képet, azt a zsáner hangulatot, amit meg lehet festeni. Hogy így alakult ki az ő életük, és ennek azért az eredményére még a családok belül is lehetett érezni. Én szerintem azért, hogy a mai napig jobban születem. Az analóg fényképeket, mint a digitális, nekem ezt adta. És most nagyon szépen köszönöm a városnak, és a jó akaroknak ezt a 111. évfordulót, mert drága nagyapám nem gondolta volna, de megérdemli, hogy ez így ilyen tovább. Nagyon szépen köszönöm.